18. alkalommal szervezte meg a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal a megyei pályaválasztási kiállítást Tatabányán a Földi Imre sportcsarnokban. A háromnapos kiállításon közel 60 standon mutatkoztak be a megye középiskolái, valamint olyan civil és önkormányzati szervezetek, melyek kapcsolódnak a pályaorientációs szolgáltatások megyei rendszeréhez. A családi nap keretében pedig a diákok szüleikkel együtt kereshették fel a kiállítást. A kormány a következő években az összes szakképző intézmény és tanműhely felújítását tervezi a mai kor igényeinek megfelelően, mondta az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke a kiállítás megnyitóján. Bánki Erik hozzátette, folyamatosan felmérik az intézmények állapotát és technikai ellátottságát, és 10 éves terv készül az érintett képzőhelyek modernizálására. Dr. Kancs Csaba a kormány megbízott köszöntőjében kiemelte, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel az elmúlt évtől kezdve 3 naposra bővült a rendezvény. A kormányhivatal több mint 2600 tanulónak térítésmentes utazást biztosít a helyszínre. A kormány megbízott szólt arról is, hogy míg néhány éve 20% volt a pályakezdők között a munkanélküliek aránya, jelenleg azonban csak 5%-uk nem talál azonnal munkát. Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere elmondta, az önkormányzat 2 nagy fejlesztést indított el az oktatás területén. A kormány segítségével a Modern Városok program keretében új laborokat, világszínvonalú tanulókörnyezetet hoznak létre a volt városi kollégiumban, valamint Reál gimnáziummá fejlesztik az Árpád gimnáziumot. A pályaválasztási kiállításról dr. Kancs Csaba nyilatkozott tévénknek. Mi már 18. alkalommal rendezzük meg ezt a kiállítást, és több mint 3000 embert várunk. Már a tavalyi évtől kezdve 3 napos a rendezvény. Nagy érdeklődésre való tekintettel csütörtökre hoztuk előre a megnyitó napját, és pénteken és szombaton is várjuk elsősorban a fiatalokat, a 7.-8. osztályos tanulókat. Megfigyelhető az elmúlt időszakban, hogy a pályaorientáció, a pályaválasztás kicsit előrébb jön. Maguk a cégek, a vállalkozások is nem csak a középiskolában végzős diákokat szólítják meg, hanem a 7.-8. osztályosokat is. Hiszen nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, minden szakmának, szakmakultúrának legyen megfelelő szakember ellátottsága, ezért sok esetben már a középiskolás tanulókat is megkeresik a cégek, szerződést kötnek vele, ösztöndi támogatásban részesítik őket. Nagyon bízom benne, hogy a mai nap alkalmas lesz arra, hogy sok fiatal megfelelő szakma irányába orientálódik. De minden évben el szoktam mondani, hogy természetesen emellett az is nagyon fontos, hogy a tehetséges diákok gimnáziumba kerüljenek, hiszen az országnak szükség van értelmiségre is, szükség van olyan tehetséges emberekre, akik az értelmiség vonatkozásában tudják biztosítani majd az utánpótlást. Itt Komárom-Esztergom megyében melyek a legkeresettebb szakmák, képzések? Nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen gyakorlatilag szinte az összes szakmát fel tudnám sorolni, de természetesen elsősorban az ipari szektort emelném ki. Itt a hegesztőtől az esztergályosi szakmán át a technikusok, a mérnökök, amik nagyon keresettek, de a humán területet kiemelve az egészségügyi területet, vagy éppen a pedagógus pályát is tudnám említeni, ahol bizony-bizony oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása megtörténjen a következő esztendőkben. A pályaválasztási kiállítás szerepéről és fontosságáról Bánki Eriket kérdeztük. Évről évre az látszik, hogy mind a kiállítók részéről, mind a diákok részéről nő az érdeklődés. Ma pedig ugye eljutottunk odáig, hogy a rendszerváltozás óta közel 720 000 új munkahely jött létre Magyarországon, tehát
4%-ra csökkent a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy aki akar, az tud dolgozni ma Magyarországon. Tehát talán most még inkább felértékelődik a pályaválasztás szerepe, hiszen már nem az a kérdés, hogy olyan szakmát találjak magamnak, amire kiemelt kereslet van, hanem megengedheti magának ma már egy diák, hogy az érdeklődési körének, a képességeinek megfelelő irányba orientálódjon, mert egész biztos, hogy ha a végén szakmát vagy diplomát szerez, akkor Magyarországon el fog tudni helyezkedni. Munkahelyteremtés, képzések tekintetében említette a hiány szakmát, mégis melyek ezek, melyek a legkeresettebbek? Hát ugye az építőipar, ami most a legnagyobb fellendülésben van, de a gépgyártásban ugyanaz az a helyzet, tehát a mérnök képzésben, a hegesztő képzésben, a maga az egyéb építőipari szakmák terén is nagyon nagy igény mutatkozik. Azt látom és azt tapasztalom járva az országot, hogy egyre több új beruházásnál áll elő az a helyzet, hogy már nem csak a hazai munkaerőpiacról tud felszívni munkaerőt, hanem a korábban Magyarországról elvándorolt vagy külföldön munkavállaló magyarok térnek vissza. Mert most már olyan szintre emelkedtek a bérek és olyanok a körülmények, hogy érdemes Nyugat-Európából is hazajönni. Én azt látom, hogy az elmúlt év egy nagyon jelentős ugrás volt ebben, hiszen 2016-hoz képest 2017 nyarára 14,3%-kal nőttek az átlagbérek Magyarországon, miközben az infláció az 2,3% volt, tehát nettó 12% fölötti reál jövedelem növekedés volt, és ezzel elértünk most már egy olyan szintet, 300 ezer forint fölött van az átlag kereset, különböző szakmákban már 400-450 ezer forintos bruttó bért lehet keresni, ami versenyképes a nyugat-európai bérekkel, tekintve azt, hogy Magyarországon olcsóbbak a megélhetési költségek, mégiscsak az embernek itt van a családja, a barátai, a rokonsága. Tehát a valamennyi külföldi munkavállaló, akivel beszéltem, és akik hazajöttek, ők azt mondták, ha már a 30%-os különbséget eléri, vagy alájön a hazai bér, illetve a kint kereshető jövedelem nagyságrendje, akkor egyértelműen hazajönnek. Ilyen tekintetben Komárom, Esztergom megye milyen helyzetben van, hogy tapasztalja a többi megyéhez képest? Hát az ipar fejlődését tekintve kiemelkedő helyen van, és ennek megfelelően nyilván a munkahelyteremtésben is. Ahogy a bevezetőben hallottuk Tatabánya polgármesterétől, az elmúlt évben több mint 3000 új munkahelyet tudtak teremteni, és ezáltal a korábbi magas munkanélküliséget nagyon jó, alaposan és nagyon jól le tudták szorítani. Tehát ha Esztergomot nézzük, akkor látjuk, hogy az autógyártás újra fellendülőben van, hiszen a világgazdasági válságból való kilábalás után nem csak az autógyártás, hanem valamennyi gyártóipari tevékenység is megélénkült. Tehát a munkaerő felszívás tekintetében Komárom-Esztergom megye országosan az átlag fölött van, ezért is nagyon örülök annak, hogy talán a legjobb rendezvény az éppen itt, ebben a megyében, és éppen itt Tatabányán van a pályaválasztás tekintetében. A pályaválasztási kiállításon a diákok térítésmentes szolgáltatásokat vehettek igénybe, így pályaválasztási teszteket tölthettek ki, részt vehettek pályaválasztáshoz kötődő pszichológiai szaktanácsadáson, de kipróbálhatták ügyességüket a több szakma követelményeit is megjelenítő szakmaszimulátor segítségével. A kiállítói standokon a fiatalok és kísérőik közvetlenül az intézmények pedagógusaitól és diákjaitól szerezhettek információt a középiskolák képzési lehetőségeiről, az iskola életéről, rendjéről és szellemiségéről.